Köszöntöm nézőinket! Mai vendégem Miszler Tamás, a Csorba Győző könyvtár igazgatója. Találkozásunk nem véletlen, és a helyszínünk sem, pont itt tartózkodunk a könyvtárban, egy kellemes kis enteriőrben. Szeretettel köszöntelek, 70 éves a könyvtár. A Baranya megyei könyvtár 70 esztendős. Ennek azért komoly története van, és valamikor ugye nem is itt volt az eredeti székhelye, hanem az Apáca utcában pécsette egy régi klasszikus épület, aztán történt a nagy költözködés. De hát a korábbi időszakokról beszélgessünk, a kezdetekről. Igazából mekkora területi ellátásról volt szó, mekkora volt a könyvtár állománya, hogyan gyarapodott mindez, mekkora jelentősége, népszerűsége volt akkor? Én is köszöntöm a nézőket, és köszöntelek téged, és köszönöm szépen az érdeklődést. Ugye 1952-ben megjelent egy minisztertanácsi rendelet, amit még Dobi István akkori miniszterelnök jegyzett, amiben azt határozta el az akkori kormányzat, hogy minden megyében megyei könyvtárakat kell felállítani, és minden járásban járási könyvtárakat kell alapítani. És ezeknek a működését, a megyei könyvtáraknak a működését a megyei tanács, a járási könyvtáraknak pedig a járási tanács működtetésébe adta ez a kormányhatározat, minisztertanácsi határozat akkori terminológiával. A határozat az nagyon érdekes, így most megnéztük a 70 éves évfordulóra, én magam is végigolvastam ezt a határozatot. Azt is megfogalmazta ez a határozat, hogy egy megyei könyvtárban mekkora dokumentumállománynak kell lenni. 15 ezer kötetet írt elő ez a minisztertanácsi határozat. A járási könyvtáraknak pedig 5000 kötetet. Tehát nem igazából mai szemmel nézve ezek kicsi állományokat írtak elő. Tehát nyilván ugye alapítani kellett egy új intézményt, és azt is előírta ez a határozat, hogy megfelelő szakembergárdával kell ellátni a megyei könyvtárakat és a járási könyvtárakat. És azt is előírta, hogy a megyei könyvtáraknak lesz egy olyan feladata, hogy a megyében működő könyvtáraknak a módszertani segítségnyújtást ezt a megyei könyvtáraknak kell elvégezni. Ami azért érdekes, mert ez a mai napig így van. Tehát a megyei hatókörű városi könyvtáraknak hívják a megyei könyvtárakat. Most is módszertani segítséget nyújtunk a megyében működő települési nyilvános könyvtáraknak, valamint a kis települési könyvtáraknak. Na most Pécsett könyvtári hagyomány az nagyon hosszú időre megy vissza, ezt tudjuk, ugye Klímó könyvtár, mindenki Pécset ismeri. A városi könyvtárt azt 1943-ban alapították, és első vezetője Vörös Sándor volt, utána pedig Csorba Győző, aki később a megyei könyvtárnak igazgató helyettese volt, 1956 és 76 között, ugye Kossuth Díjas költő, Csorba Győző, akivel ugye az intézményünk ma el van nevezve. És akkor volt egy területi könyvtár, 40-es években alapítottak egy ilyen másik könyvtár, 52-ben pedig meg létre kellett hozni a megyei könyvtárt ezzel az új állománnyal, és összevonták ezeket a korábbi városi könyvtárt, meg ezt a területi könyvtárt, és ebből alakult meg a megyei könyvtár. Na most a megyei könyvtár az egyben ellátta akkor a várost. De ugye az 50-es éveknek az iparosításában következően, ugye a bányák felfutásának következtében, ugye a város lakossága dinamikusan emelkedett. Nyitottak fiókkönyvtárakat is. És 1960-ban a megyei könyvtár és a városi könyvtár az ketté vált. Tehát ugye onnantól kezdve beszélünk, hogy volt egy városi könyvtár és a megyei könyvtár. Több megyében ezek nem váltak ketté, tehát a megyei könyvtár egyben ellátta a megyeszékhelynek a könyvtári ellátását, de nagyon sok helyen ezek szétváltak. A fiókkönyvtárak ilyenkor jöttek létre? A fiókkönyvtárak természetesen ilyenkor a városi könyvtárhoz tartoztak, mert ugye a városi ellátásban segítkeztek. És az, ami nagyon érdekes, ugye itt Pécsett meg Baranya megyében most is láthatóak a könyvtárbuszok. Ugye van két modern könyvtárbuszunk, az régebbi azt 2010-ben adták át, a másikat, az újabbat, az 2014-ben, ezek járják Baranya megye falvait.
Viszont ebben az időben, az 50-es, 60-as évektől kezdve is voltak mobil könyvtári szolgáltatások, de nem csak a kis települések, hanem a városi szolgáltatásban segítettek. Volt személyautó, átalakított nagyobb méretű személyautó, de volt átalakított busz, könyvtárbusz szolgáltatás, és ez egészen működött így a rendszerváltásig. Sőt, még a 80-as években is a városi működtetésben volt könyvtárbusz. Ez mennyire volt népszerű, mennyire szerették, kedvelték az emberek, hiszen ez egy jópofa dolog, hogy busz, könyvtár, busz. Hát természetesen sokan szerették, hát a városban még hosszú ideig lehetett látni a könyvtárbusz megállókat, még a kiállítás, hogy szerveztünk egy kiállítást a 70 éves évfordulóra, és ott lehet látni a képeken, a tablokon, hogy vannak, még megvoltak pár évvel ezelőtt a megállóhelyek. Népszerű volt, mert hogy helybe ment a könyvtár, meg hát ez egy látványos dolog volt, oda föl lehetett lépni, ott találkozhattak az emberek, és utána elment. Egyébként most is nagyon sok településen a könyvtárbusz az egy nagyon-nagyon népszerű dolog, mert ez egy találkozó hely az embereknek, megérkezik, színes, látványos, friss irodalmat hoz, magazinok vannak rajta, lehet internetezni, a kollégák foglalkozásokat szerveznek, és egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy a Csorba Győző Könyvtárnak nagyon jó együttműködése van a mai napig ugye a Jelenkor folyóirattal, ami ugye pécsi alapítású. Most megnéztük a dokumentumokat, újságkivágatokat, néztem meg én is, és ott lehetett látni, hogy már 1957 után, ahogy a Jelenkor megalapították, már együttműködés volt író-olvasó találkozók szervezésében a megyei könyvtár és a folyóirat között. Tehát, hogy már akkor azonnal elindult ez az együttműködés, ami egyébként a mai napig jól működik. Tehát, hogy ebben így segítettek. Ami érdekes, ami szerintem ma már érdekes lehet így a nézőknek, hogy a szabad polc, hogy ugye az olvasó betér egy könyvtárba, és ott válogat kedvtelésére a könyvek között, az nem volt ebben az időszakban még elterjedt itt az 50-es, 60-as években. Ez a 60-as éveknek lett a trendje. Ugye a könyvtár korábban azt az eszmét, azt az ideát követte, hogy meg kell őrizni a dokumentumot, és az olvasót nem szabad, tehát nem engedjük oda őket. Ebben nyilván volt az 50-es éveknek volt egy, a kommunista diktatúrának volt egyfajta, tehát hogy nem szabad odaengedni az olvasót, ellenőrizni kell, tehát ilyen kapuőri szerep. Kicsit ilyen rossz értelembe vett kapuőri szerep, mert ugye a kapuőri szerepet azt könyvtárak egyébként mai napig betöltik, erről is beszélhetünk majd. De nem engedték volna, és egyébként ez egy viszonylag világtrend volt abban az időben. A 60-as évektől kezdettek nyitni, és akkor a szabad polc az úgy kezdett elterjedni, hogy akkor az olvasókat oda lehetett engedni a polcokhoz, és nem a könyvtáros felügyelete mellett kapta meg a könyvet, hanem akkor ő szabadon ott válogathatott is. Ekkor már volt létezett az olvasóterem, ugye ezt megelőzte az olvasóterem. Igen. Ugye az olvasóterem, ugye amikor a helyben lehetett használni a könyveket. Ugye régen a könyvtárakból nagyon, visszamélem a történelembe, a kölcsönzés az egy elképzelhetetlen dolog volt, hanem mindig helyben lehetett használni. Ugye jött a kölcsönzés, ez is egy viszonylag olyan forradalmi újítás volt, és az, hogy odaengedték az olvasót a polcokhoz, az szintén egy ilyen újítás volt, amit egyébként mi már nem is emlékszünk rá, ez teljesen bevett, hogy az olvasók azok válogathatnak a dokumentumok között. Aztán ugyan, hogyha már beszélünk így a változásokról, így az elmúlt 70 évről, hogy a könyvtárak életében a nagy változás, a következő az volt, ugye a rendszerváltás után ugye az internetnek a megjelenése. A megyei könyvtárban 95-96-ban lett egy internetes terem, tehát egy szoba. Tehát viszonylag korán, a 90-es évek közepén lehetőség volt már arra, hogy az olvasók bejönnek és interneteznek. Ma már ez is egy olyan dolog, hogy ez teljesen természetes az, hogy bejön valaki egy okos eszközzel, behozza a saját laptopját, saját eszközét, és azt használja. Ként az internetre visszatérve, az internet elterjedésével mennyire csökkent az olvasó
közönség? Lehetett-e észrevenni differenciát? Ugye mondjuk igen, mi, akik nem vagyunk benne ebben a konkrét szakmai részében a történetnek, de mennyire lehet ez esetleg ezt kimutatni? Az olvasó közönség, tehát a könyvtárban járóknak a közönsége azt csökkent. Azt látjuk, hogy például Pécset most jelenleg ilyen 23 ezer regisztrált olvasó van. Tehát a Csorba Győző könyvtárban 23 ezer regisztrált olvasó. Ami 16%, ha jól számolom, így a város lakosságát tekintve. Van csökkenés. Nyilván a korábbi időszakokban a könyvolvasás és a könyvek kölcsönzése az egy szélesebb kört ért el. Viszont most is van egy nagyon jól meghatározott közönség, aki rendszeresen olvas, és rendszeresen jár könyvtárba, és egyébként egyéb könyvtári szolgáltatásokat is igénybe vesz, eljön a programjainkra, irodai szolgáltatásokat vesznek igénybe. Meg egyébként a kulturális fogyasztásukat azt a könyvtárhoz is kötik. Ugye ha visszatérünk egy kicsit a múltba, akkor ugye a könyvtáraknak, amikor megjelent a tévé a 60-as években, akkor is azt mondták a könyvtárak és a könyvtárosok, hogy úristen, itt a tévé el fogja vinni a olvasásról a figyelmet, és hát kevesebbet fognak kölcsönözni, kevesebbet fognak olvasni az emberek. Nem így lett. Tévé ugyanúgy működik, a könyvtárak is működnek, tévé elterjedt. Aztán ugye utána, amikor sok csatorna rendszerváltás után a tévé egyre jobban elterjedt, domináns lett, könyvtárakból továbbra is járnak az emberek, és továbbra is olvasnak. Az internet hasonló volt, így az elterjedést tekintetében, viszont a könyvek ugyanúgy megmaradtak. Pár évvel ezelőtt lehetett arról olvasni, hogy hát a papíralapú könyvkiadás, meg a papíralapú könyvek, azok teljesen el fognak tűnni. Nem tűntek el. Ugyanúgy adják ki a papíralapú könyveket. Nyilván mellette ott vannak az elektronikus könyvek is, meg az elektronikus folyóiratok. Mi magunk is fizetünk elő elektronikus folyóiratokra, de a papíralapú folyóiratok ugyanúgy itt vannak, és papíralapú könyveket ugyanúgy olvasnak. Ezekhez érzelmileg kötődnek az emberek. Tehát van egy érzelmi kötődés. Én saját magamról is tudok beszélni. Én magam is könyvet alapvetően papír alapon olvasok, nem elektronikusan. Nem tudom, mondhatom, 89-ben akkor tudományos könyvtárra nyilvánították a megyei könyvtárat a Művelődési Minisztérium annak idején. Igen. Ez egy nagyon nagy dolog volt, én úgy tudom. Igen, a rendszerváltás előtt volt még egy ilyen díj, egy ilyen elismerés, hogy egy könyvtár, tudományos könyvtárra nyilvánítottak. Ez nyilván elismerés volt abban a tekintetben, hogy a könyvtárban milyen tudományos munka folyt. Ugye eleve a bibliográfiusi tevékenység abban az időszakban nagyon fontos volt. Ugye a könyvtárban akkor még ugye Csorba Győző, Kossuth Díjas költő, még akkor tevékenykedett, Tüskés Tibor, irodalomtörténész dolgozott a megyei könyvtárban, ez egy nagy elismerés volt. Díjakat is kapott a könyvtár, nívódíjat és különböző elismeréseket. Ez mit jelentett egy könyvtár életében? Már igazából intézmények, nem tudom, annyira nagyon talán nem jellemző, kisebb mértékben történik, mint amikor személyeket ismernek el különböző teljesítményekért. Hát alapvetően, amikor egy intézmény kap egy nívódíjat, ugye kettőt is kapott az elmúlt évtizedben, ugye most kaptunk egyet a Made in Pécs-től 2021-ben, és 2001-ben volt a Baranyai Kulturális Szövetségtől kapott egy nívódíjat a könyvtár. Az alapvetően az egész közösségnek az elismerését jelenti, tehát hogy nem csak egy személy, hanem az egész intézmény az ott dolgozóknak a közösségét ismerik el, és mutatja azt, hogy az az intézmény, jelen esetben ugye a mi könyvtárunk, hasznos a társadalom számára, abban a lokális környezetben, ahol dolgozunk, és erre mi nagyon büszkék vagyunk, kollégáink előtt büszkék, mert igazából ez tényleg egy olyan fajta elismerés, ami elég ritka. Tehát nem egy szemét díjaznak, hanem egy egész intézményt, és nagyon örülünk. Így igaz. A könyvtár most már nem, idézőben mondom, csak az olvasást szolgálja, hanem különböző programokat is szerveznek rendszeresen, hiszen a intézményeknek nekünk is küldenek hírleveleket, és nagyon gazdag a program, tehát
akár az iskolás gyerekekre, ha tekintünk, akár egyéb megemlékezések, kiállítások rendszeresen vannak. Ez megint annak érdekében történik, az olvasás népszerűsítése érdekében, az új olvasóközönség felnevelése érdekében milyen célzattal működik mindez, és mekkora munka ez itt a könyvtárban dolgozók számára? A könyvtári programoknak a szervezése, azt mi például azt a filozófiát követjük, hogy alapvetően mindig valahogy az olvasáshoz kapcsolódjanak ezek a programok. A nemzetközi trendek azt mutatják, hogy az olvasásra való nevelést azt gyakorlatilag a születéstől kezdve el kell kezdeni. Tehát már a kisbabakorban a gyerekeket érdemes elvinni könyvtárba, tehát közel vinni a könyvekhez, hogy megszokják a könyvek világát. Ugye erre egyébként a kiadók is nagyon jól rájöttek. Nagyon sok ilyen jellegű könyv is jelenik meg, és mi is szervezünk már nagyon kisgyerekeknek, óvodásoknak is programot, azért, hogy a könyveket megszeressék a történeteken keresztül, majd, hogyha iskolába lépnek és elkezdenek megtanulni olvasni, akkor ugye az iskolás csoportokkal, szülőkkel szintén érkeznek hozzánk, és különböző programokat szervezünk, amin keresztül a könyveket megismerik. Akár mese, rajzpályázat összekapcsolva, kiválóak ezek. Igen, rajzpályázatok is vannak. Ugye például most a 70 éves évfordulón, ami hirdettünk egy rajzpályázatot, ez nagyon sikeres volt, 134 pályamű érkezett, és alapvetően azt kértük a gyerekektől, hogy az olvasással, könyvtárral, könyvekkel kapcsolatos gondolataikat rajzolják meg, tehát ezt rajzolják le, és úgy döntöttünk, hogy minden pályaművet egyébként díjazunk, tehát mindenki kap elismerést, arany, ezüst és bronz elismerést. Ezzel is szeretnénk nekik, gyerekek felé jelezni, hogy elismerjük őket, és hogy gondolkodnak ők az olvasásban, a könyvekben, és ezzel is szeretnénk őket az olvasáshoz kötni. Ugye fölmerül a kérdés, hogy az olvasás, az sokszor szoktam azzal találkozni, hogy most az emberek nem olvasnak. És el kell mondjam, hogy ez nem igaz. Tehát az emberek nagyon sokat olvasnak most is, sőt, médiakutatók szerint a fiatalok azok többet olvasnak, mint a korábbi korokban. Csak nem mindegy, hogy milyen szöveget olvasnak, tehát struktúrálatlan komment szövegeket, Facebook tartalmakat olvasnak. Ugye a könyveknek az olvasás az, hogy hosszú szövegeket olvasson egy ember, az másfajta koncentráció kell, másfajta agyműködés. És ahhoz, hogy sikeresek legyenek a világban, tehát valaki sikeres legyen az életben, ahhoz szükséges az, hogy tudjon olvasni és olvasson, el tudjon tájékozódni, a világban, és ehhez szükséges az olvasás, nem csak a kikapcsolódásra, arra is nagyon jó, ismeretszerzésre, tanulásra. Tehát ahhoz, hogy az ember egy teljes életet éljen, ahhoz én azt gondolom, hogy szükséges az olvasás, és ennek ugye egyik alapintézménye maga a könyvtár. Jelen pillanatban mekkora a könyvtárállomány, hány kötetes, és milyen szakterületek vannak? Ugye van a hangtár, vannak különféle szakágak itt a könyvtáron belül, és ezekről mit kell tudnunk? No, akkor kicsit beszélek a számokról. Azt most megnéztük így a 70 éves évfordulóra, hogy milyen számokkal rendezünk. Egyébként ugye minden évben készítünk beszámolt, ezeket folyamatosan vizsgáljuk, de mondok egy-két érdekességet. Tehát jelenleg a Csorba Győző könyvtárban 1,5 milliárd forintnyi értékű, bekerülési értékű, bruttó értékű dokumentum van. A legtöbb könyvet kölcsönző olvasónknál megnéztük, hogy csak az idei évben, 2022-ben közel 700 ezer forint értékben kölcsönzött könyvet. Tehát ő 700 ezer forintot spórolt meg azzal, hogy ezeket a könyveket nem vette meg. Nem kellett neki megvenni. Ez szinte hihetetlen, de biztos így van. Ez fantasztikus. Annyi könyvet kölcsönzött. Ugye tudjuk, tehát látjuk azt, hogy mennyi könyvet kölcsönöznek az emberek, és meg tudjuk nézni az értékét, hogy ez mekkora érték. Ezt nem kellett neki megvenni. És ezt kevesen szokták hangsúlyozni, de kevesen veszik észre, hogy egy könyvtári szolgáltatás, ugye nálunk 3200 forint az éves beiratkozási díj, és nagyon sokan kedvezményet, tehát a nyugdíjasoknál van kedvezmény, pedagógusoknál, gyerekeknél ugye ingyenes. Vannak kedvezmények, hogy egy ilyen beiratkozási díj mellett mekkora értéket kap amúgy cserébe, amiért ő neki nem kell fizetni, hanem ezt ő megkapja.
Ugye említettem, hogy 1,5 milliárd értékű könyv, bekerülési értékű dokumentummal rendelkezik. Az állományunk az több mint 1 millió, tehát 1 millió fölött van az állomány. Itt a Tudásközpontban magában van egy 1 milliós állomány, mert ugye itt az egyetemi könyvtárral közösen dolgozunk. Igen, vannak speciális gyűjteményeink, ugye mint megyei hatókörű városi könyvtár, nekünk jogszabályi kötelezettségünk az, hogy a Maradja megyére vonatkozó dokumentumokat gyűjtsük. A helytörténet, helyismereti osztály. Ugye ott mindenféle dokumentumot gyűjtünk, ami Baranya megyével kapcsolatos. Egyébként ez a megyei könyvtáraknak nagyon régi feladatom már. Ugye van a zeneműtárunk, itt a Tudásközpontban működik, erre nagyon büszkék vagyunk, mert a vidéki zenei gyűjtemények között itt Pécsett működik a legnagyobb zenei gyűjtemény. És a megyei könyvtár mindig is figyelt arra, hogy a zeneműtárban, a zenei gyűjteményben olyan munkatársak dolgozzanak, akik amellett, hogy könyvtárosok, egyben zeneileg is képzettek legyenek. És az, hogy ilyen gyűjteményünk van, az ennek is köszönhető, hogy hozzáértő szakemberek dolgoznak. Ugyanúgy a gyerekkönyvtárakban is több munkatársunk pedagógiai végzettséggel rendelkezik azért, hogy a gyerekekkel tudjanak foglalkozni, tehát értsenek a gyerekekhez, és tudjanak foglalkozásokat tervezni. Van olyan komoly archiválási rendszer is, ugye hát a különféle médiáknak, meg egyéb helyben történt eseményeknek a filmes rögzítését, azt is archiválják. Ez hány éve indult? Hát ez viszonylag régi időre nyúlik már vissza, tehát ez már több mint 10 éves. Erők egyébként úgy azt gondolják, hogy a könyvtárak a digitalizálás terén még úgy gyerekcipőben vannak, ez nem így van. Tehát mi itt a Csorba Győző könyvtárban óriási mennyiségű, több 10 000 dokumentumot digitalizáltunk. És itt dokumentumról beszélek, ami azt jelenti, hogy nem csak folyóiratot és könyvet, hanem ugye, hogy említette, audiovizuális dokumentumokat is, ugye helyi Baranya megyei, ugye Baranya megyei vonatkozású. A rendszerváltás környékén nagyon sok televízió, rádió indult, már a rendszerváltás előtt valami megszűnt, tévéknek és rádióknak az archív anyagait, ezeket digitalizáljuk, ezeket dolgozzuk fel folyamatosan, és a YouTube csatornánkon tesszük közzé, ezeket vissza lehet nézni, vissza lehet keresni, és lehet érdekes dolgokat találni benne. Hát nagyjából most már az 50 terabájt felé tartunk, tehát így a dokumentumok tekintetében, így méretileg. Vannak együttműködéseink a Mandával, van együttműködésünk digitalizálás tekintetében. Igyekszünk mindent digitalizálni, ami a helyismereti, tehát a Baranyára vonatkozó dokumentumokat. De ugye úgy működik a rendszer, a könyvtári rendszer, hogy mindenki a saját területének a dokumentumait digitalizálja, és akkor összesen majd egyszer valamikor elérhető lesz az egész országnak a dokumentum együttesen digitálisan remélhetőleg. Természetesen a szerzői jog, mindenkori szerzői jognak a betartása mellett. Egyébként ez egy nagy feladat, hogy a szerzői jogot azt be tudjuk tartani, tehát azt figyelembe vegyük. A pályázatok, projektek világában élünk. Jelen pillanatban, ha a jövőbe kellene tekinteni, van-e ilyen most itt a könyvtár életében? Pályázik-e valamire, bármiféle fejlesztésnek állunk elébe? Sajnos az elmúlt időszakban fejlesztési pályázatok azok nem nagyon voltak. Jelenleg a könyvtárak a Nemzeti Kulturális Alaphoz tudnak legfőképpen pályázni kisebb projektekre. Uniós pályázatok azok most egy kicsit lecsengtek, de várjuk azt, hogy majd a jövőben lesz rá lehetőség. Mindenképpen kellene szerintem új könyvtárbuszt vásárolni. Lenne rá igény a kis települési ellátásban, illetve hát a régebbi könyvtárbuszt már cserélni kellene majd. Tehát azért ezeknek a műszaki avulása az elég gyors, és ezeket majd cserélni kell. Köszönöm szépen a beszélgetést, és nagyon boldog születésnapot a könyvtárnak és a dolgozóinak. Én is köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőnk, Önök Miszler Tamást, a Csorba Győző Könyvtár igazgatóját hallhatták, láthatták az elmúlt közel fél órában. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!